Négy kategóriában osztottak díjat a 8. Szavária filmszemle szombati zárónapján megrendezett gálán. A 94 nevezett alkotást az András Ferenc és Koltai Gábor filmrendezők, Kollarik Tamás producer és Kucsera Tamás egyetemi tanár alkotta szakmai zsűri értékelte. Film és fotoművészet kategóriában a Zajti család Autóstoppal a szabadság felé című filmje nyert. Irodalom kategóriában a Berda József trilógia című alkotást, színházművészet kategóriában a Szelíd szeretettel élni életünket című filmet, a diákfilmek között a Metropolitan Egyetem hallgatóinak Dilemma című munkáját ítélték legjobbnak. A zsűri 10 külön díjat is kiosztott.